Nasıl yapıyorlar bu? Bevágott a vihar, de rendesen. Wow. Régóta vártuk. Általában elsős évszak. Ja, most már körülbelül itt lesz. Ilyen marha nagy viharral szokott jönni. Aztán utána van ám, hogy tulajdonképpen minden nap esik. Van ilyen. Hónap, egy-két hónapon át, délután 4-5-6, megjön, tart 10-15 percig, aztán elmegy. De olyankor aztán esik. Úgy, hogy most. Illám, görög. Egész ide behordja. Nem tudok kijebb menni. A szél rám hozza a vizet. Szóval a évileg mielőtt elkezdődött, állj ki a kocsival, a napok oda tervezte, hogy lebossa a kocsit. Így jön kocsibocsás. Kocsérezik. A francokat. Illetve lehegye meg, mert ennek mi örül. Nézzük itt is egy kicsit. Ez a jó. Mikor úgy áll a víz ott, jó, leszívódik. Látjátok a kerítés aljánál, hogy ott le tud folyni, amiről beszélt. Na hát ennyi. Ennyit a viharról. Szép jó estét kívánunk mindenkinek. Hát jó ideje nem jelentkeztem. Hát most lehet csalódásunk fogok okozni, mivel hogy egy olyan étel lesz, amivel volt sokszor. Egy másfajta változata. Jó, a címet láttátok. Tehát úgy hívod, ahogy akarod. Egy ilyen összetett valami lesz. Nagyon finom, és hogy merem javasolni az elkészítését. Készültem. Gyerekek, előre. Gyönyörű szép hús. És hát ehhez, a mennyiséghez vágtam össze a vörös hagymát, zöld paprikát, sárgarépát, zeller, szárzellert, fehérrépát. Itt lesz majd a zeller zöldje, még a petrezselyem is lesz. Egy jó nagy fej paradicsom, 3-4 gerezd, ilyen ekkorákról beszélünk, ilyen nagyokról, fokhagymát, ide van készítve piros arany, vagyis az édes Anna, paradicsom szósz, és hát ez a butter beans, hát ettől lesz majd különleges ez az étel, ez fagyasztva van, tehát nincs benne tartósítószer, semmi. Úgyhogy... Ja, és a krumpli, ugye? Szóval, hétvége van, vasárnap este van egy gyerekek, és hát egy nagyon hosszú műszakon volt az egész hét. Nem is részletezem ki. Napi 12 órás műszakok, de ezt 5-ször megcsináltam. Úgyhogy elegem van. Nagyon sok videót megnéztem. Hát, ha látok valami újdonságot, különlegességet, találtam egy pár dolgot, amit úgy gondolok, hogy hát megosztom veletek, és én is kipróbálom ezzel a gulyással kapcsolatosan. Tehát mit hívunk gulyásnak? Azt hívhatjuk gulyásnak, ugye gulyáslevesnek, amikor ugye marhahúsból készül, lehet készíteni dagadóból, néztem éppen Hargita urat, mészijéket, szazsut, szóval jó pár magyar sztárszakácst, mesterszakácsot, és hát úgy összeraktam magamba, hogy én az én verziómat most hogy készítem el. Hát aki már unja esetleg a sok-sok gulyást, mert már volt egy pár, azt kérem, hogy akkor
akkor nézze végig, hát ha nézze végig annak ellenére, azt tudom javasolni, mert lehet, hogy egy ugyanapjában mindenki tud, minden magyar ember tud gulyást készíteni, pörköltet, valamit, de hát ha lát benne esetleg olyan dolgot, amit hát úgy gondolja majd, hogy ő is be fogja próbálni, a már megszokott stílusába beletesz új motívumokat. Én szeretek kísérletezni, tudjátok, és bevállalós vagyok. Van, amikor sikerül, ugye, többnyire, van, amikor aztán, hát, sikerül is, minden értel sikerül, csak esetleg nem ízlik. Odaég, vagy van, amit tudom én, nem figyelsz. Na, hát ez nagyon sok hagyma. Tehát egy fejhagymáról beszélhetünk, egy másfél nagyhagymáról beszélünk, de ez ízlésedre is lehet bízni, tehát ha jó sűrű szaftot akarsz, akkor tegyél bele bőven. Ez itt három fejhagyma volt, gyerekek, három nagy. Jó. Hát én úgy veszem észre, hogy egy olyan két hagymát ugye beletettem. És disznózsírt használok, itt látszott, ugye ez a Laci barátoméktól, amikor kaptam azt a zsírszalonnát, kisütöttem, az abból van. Mindenképpen zsírt használjatok, ha van, mint olajat, ezt tudom javasolni. És én már is ugye a zöld paprikát, egy ennyit. Ez egy nagy fej volt, meg egy kis maradék, tehát tulajdonképpen majdnem rátettem az egészet, és ezt fogom most itt dísztelni. Oké, most egy titok van, sose hagy magára, amikor az ételt ezt ebben a fázisban nem nagyon könnyen oda tudod égetni, és kezdheted előről. Egy csapott tevőkarányi, nagyon csapott tevőkarányi sót teszünk erre a keverékre, és hamarabb megadja magát. A hagyma összeroskad, levet enged, stb. És hát nem kell megpirítani ebben az esetben, nem pirítunk, csak dísztelünk. Jó volna kint csinálni bográcsba, de a gyerekek 30-35 fok meleg, mert hallom Magyarországon is mi van, milyen melegek vannak. Tegnap vettünk el húsbevásárlás, gyerekek. Hát vettünk vagy 30 kiló húst, de mindenfélét. Alig bírtuk el lerakni, lefagyasztani, hogy minden dugig van. Van az a úgynevezett, amikor akciós. Jó még, nincs szaga vagy valami, bár a jó múltkor egy oldalas vissza kellett vigyünk, annak ellenére, hogy ugye nekem van a trükköm. Gyorsan megmutatom. Kár úr barátomtól kaptam ilyen bicskákat, és van ez az egész kicsi, ekkora bicska, ekkora az egész, legkisebb, azt én magammal viszem, és egy picit megvágom a zacskót, és megszagoljuk. És megszagoltuk, gyerekek, és mégis átvert. Mind a ketten megszagoltuk az oldalas, nagyon szép oldalas volt. 20 dollárba került, és hazajöttünk, mondom, kicsit lemosom, leszoktam mosni róla a vért, mielőtt lefagyasztom. Kinyitottam, és már belül, ahol a két hús össze volt, én kinyitom a húst, és szaga volt, úgyhogy vissza kellett vinni, aztán így jártunk. Szóval nem tudsz okos lenni igazából, kicsit visszaveszem a hőt, és a legnagyobbon ment. Egyrészt elégetem az edényt, másik meg az, hogy oda fog, hát ott már kezdett egy kicsit
pörkösödés, Kozma, vagy minek mondja, nem Kozmál, hanem pörkanyag. Amire most nincs különösebben szükségem. Jó, átpuhítom. Egy pár perc. A fokhagymát, hogy mikor rakod bele, ott is egyik így csinálta, a másik úgy. Én úgy gondolom, hogy a felét, hogy kipróbálom Hargitta úrnak a megoldását. Ő a felét beletette itt, és egy kicsit azt is megdíszteni. És a másik felét pedig a legvége előtt. Majd. Már is megjelent a fokhagyma illat. Enyhe pörkösödés, de mondom, le van kapcsolva, ja, és raktam ide sima, egyszerű vizet, most nem használok csirkehús alaplét, vagy zöldség alaplét, hanem csak vizet. Nem teszek bele semmit, se ételízesítőt, semmit az égvilágot, viszont a lényeg, hogy forró legyen. Azzal fogom majd felönteni, amikor eljön az ideje, tehát azért itt forralok egy kis vizet előre. Jó, és akkor én úgy gondolom, már kezdődik is pörkösödések, hozzuk a húst. Láttátok, itt is megosztanak a vélemények, vagy ki hogy csinálja. Van, aki rádobja előbb a paprikát, majd a húst. Én a húst teszem rá először. Van rajta egy kis zsiradék, nem sok. Most már lehet erősíteni egy nagyon picit a tűzön, és gyönyörűen kifehérítem. Kevergetem, fölszedi a pörkanyagot, ugye, ami ott van. És mint látjátok, már is elkezdi megváltoztatni a színét, ez a gyönyörű szép marhahús. Itt a marhahúsnál minél sötétebb a hús, tulajdonképpen minél öregebb, annál jobb. Ugye, lehet borjúból is csinálni, de ezt hirtelen nem tudnám megmondani, hogy melyik része, de ilyen jó, ilyen majdnem mint a dagadónál, ilyen jó szálkás hús. Majd meg kellene néznem, mert van még egy darab. Vagy azt van nekem. Majd Évi megnézi, ha ráér. A Szofival van elfoglalva. Pontosítsuk, hogy ez melyik részéből van ugye ez a húsdarab a marhának, amit én szépen lefagyúztam, veszettem róla minden, és hagyom egy kicsit összezsugorodni. Közben Évi elővette a párját ennek a húsnak. Nagyon szép, mindjárt mutatom majd. Na, szóval megnéztük, hogy miből van. Én azt mondtam, először rávágtam, marha lábszád, ez nem az. Tehát beef, csak a roast, csont nélkül. Itt van a, mi az, mi van az, én nem látom ide. Csak. Az a csak, tehát a vála, látjátok, ott a shoulder, a felső, tehát itt a comb fölötti rész. A nyaknak az alsó része. Meg a nyaknak ez a része, igen. Igen, és ki van véve belőle a csont, nem tudom milyen csont. Szóval, az, úgy is mondják, hogy 7 csontos steakként. És ez a steaknek is jó. Nézzem, micsoda szép színe van. Na gyerekek, akkor megegyeztünk. Legyen lapocka, kész. Én is ütött palacsintát Szofival. És mondom, vegyük zsíros palacsintát. Mondom, a zsíros palacsintát együnk hagymával. Ez igen. Ez mi ez itt, ez a fehér? Jó, zsiradék. Tudtam, mi az? Zsiradék. Ott is. A fenét, ez fokhagyma darab. Nem lett rendesen lereszelve. Jó, gyerekek, most már levet engedett a husi. Kokó! Sada! Jó, elindítjuk a fefűszerezést. Hát egy mokáskarányi őrölt kömény. Ugyancsak mokáskarányi őrölt fekete bors. Óvatosan mindenben. Az ilyenkor szokásos. 1-2 szem babér.
rajta, nem a szára. Jó. Még egy kicsit a paradicsom hagy olvadjon szét. Most beleteszek egy csapot tevőkanálnyi magyar. Magyar mégpedig. Ennyi elég lesz? Csipőségmentes, várj egy picit. Fűszerpaprika örömény, hogy most ez honnan való, azt nem tudom. Ennyi elég lesz? Sok, sok, de már bele is teszem. Így, ennyit. Több nem kell. Jó. Megváltoztak az illatok azonnal. Ez ilyen stúv lesz, tulajdonképpen nem is leves. Nem mondhatjuk rá, hogy ez kimondottan leves lesz, hanem az a jó sűrű, szaftos, tartalmas. Micsoda illat van, kinek? Jó, és most jön egy különlegesség, gyerekek, amit szintén a Hargitai úrtól láttam, az, hogy egy ennyi füstölt piros paprika. Egyszer. Rátehettem az egy fej, egy darab paradicsomot, azt is ilyen szét dinsztelen, teljesen. Tessék figyelni a sorrendet, mert nem mindegy, milyen sorrendben raksz bele dolgokat. Jó? Egy csapott tevőkanál, tejáskanál, édesanna vagy piros arany. Erős pistát, ha teszel bele, akkor vigyázol, ugye? És egy, hát ő úgy írta, hogy egy pupos evőkanál paradicsom, sűrített paradicsom, én használok paradicsom szósz, egy, kettő, három, és még egyet. Evőkanálnyi paradicsom szószt. Nagyon együtt vannak az illatok. De tényleg. Jó van, gyerekek? A só az, ugye először megcsóztam a mélfenét. A hagymát egyelőre azzal várunk. És a piros paprikával is várunk, és a fokhagymával is várunk. És hát most jön el az az idő, amikor majd ráteszünk egy olyan fél liternyi vizet. Fél liternyi vizet. Nem sütjük le semmit zsírjára, tehát ez kettő, ez forró víz, három, ez körülbelül egy fél liter megvolt. Valószínű, hogy az mind fog kelleni. Általában másfél-két liter víz. Jó, gyerekek? Úgy van. Jó, félig meddig le fogom fedni, és közepesnél lejjebb vettem, és hát egy olyan 40 percig főzzük. Kiolvasztottam a babot. Ez egy fagyasztott bab, nyers, tehát nyugodtan bele lehet most tenni. Egyébként ez a fajta bab elég hamar megföl. Szóval elég hamar megföl, úgyhogy egy időben, egy idejűleg fog fölni itt a hússal, szépen nyugodtan. Még kell fél óra legalább, hogy megpuhuljon egy kicsit a hús, 40 perc. És még nem jó, nem jó még a hús, de egy kis zeller zöldet vágok össze.
mivel nekem nem volt itthon Zeller gumom, hát ezzel nyugodtan lehet helyettesíteni. Előre ennyi. Hát a krumplikat is össze fogjuk vágni. Mégpedig, hát én apróra szoktam vágni a krumplit, tehát körülbelül így ebben a formában. Így és így is. Ez így. És akkor ez a megoldás, hogy hát így gyekkorákra. Én úgy szeretem az ilyen leves, vagy stúl, vagy akármi, hogy mikor a kanállal kiveszed a tányérból, akkor legyen rajta mindenből valamennyi. Tehát krumpli, répa, kis hús, meg ez, meg az. És akkor így apróbra vágod, akkor ez jó lesz. Nem muszáj pont kockákra, ahogy jön, adja magát, ugye. Jaj, gyerekek. Na, szóval így. Nos, hát ez az étel, ez már nem mára készül, gyerekek, hát már mindjárt 8 óra van este. Viszont vacsorára eszünk palacsintát. És hát, ez kiszakadt. Évi rakott ki ilyen csomó ilyen ízesítő dolgot, rekvárt, két-háromféle rekvárt, barackos, epres, stb. Na, ezt majd kiszakadt a oldala a kakaósnak. Ez már egy eleve egy ilyen kakaós valami, aztán gondolom, egy ilyet megeszek. Kicsit megmelegítettem. Yes. Várjál csak. Hogy csináljam? Így. Na. Nézd ide. Nagyon finom. Már nem ezzel röbben? Van ott. Most nem. Majd reggel eszik a Szofi, meg esetleg viszel belőle. Van itt ilyen, kóstold meg ezt. Az milyen? Peppermint. De nem érezni rajta, hogy... Mentolos? Ja, de nem érezni rajta. Ah, nem bírom levenni. Vedd el róla. Vedd el a tetőt. I just put on my nail. Ahogy rázod, nézd, hogy milyen jaj, jaj, jaj. Lesz. Jó hideg. Ha? Adja a kokónak egy kis tejszínhabot. Már én mindjárt leveszem a kamerát a fejemről, mutatjuk, hogy mit csinál. Imádja. És tányérba, ja. Kokó! Kukzi! Hey. Gyere ide, ide a fényre. Kukzi! Gyere, baba! Kokó! Gyere ide! Hol vagy? Még egy picit. Kokó! Gyere! Gyere, itt a tejszínhabot. Na, ne, ne. Nyom. Nagyon szeretik. Sokan nem adunk neki a cukrot. Más?
bánja. Érdekes, a szegény kis Szuszuka nem szerette az édességet. Ja, de a Missi annál jobban. A Missi az igen, az megevett minden. De Koko az mindent megeszik. Szereti édességet ő is, csak hát nem nagyon kap. Ennyit így. Ébe-hóba. Na, jó volt? Jó van, kész. Tudja, hogy nem kap többet. Na hát erről már is megy. Jó, meg volt a tesztelés. Amiért nagyon picit kell, hogy puhuljon a hús. Túl sokat már nem. Úgyhogy itt az idő, hogy ugye jó apróra van vágva. Hát egy jó, mennyi az kettő. Így, két maréknyi sárgarépát. Vékonyra összevágva, ugye az ellenszál kicsit ilyen régen lehúzva róla ezek a szálkák. És fehér répa. Szintén. Azt bele is teszem mindet. Fehér répát. Ja, kész. Ennyi. Nem tudom, tegyek még zöldségekből egy kicsit. Nem, jó lesz. Ennyi elég. Ja. Jó, egy nagyon picit még a fokhagymából, innen most. Így. Ezt belepőzzük. Szintén egy lapos evőkanálnyi só. Mondom, meg lett ízlelve minden, úgyhogy azért tudom, hogy mi kell bele. Hát eléggé nem volt a kamera itt a hasamnál, hát nem tudom most milyen, remélem most már jó. Visszanéztem, és egy hangyányi. Hangya. Méret. Ez jó nagy hangya volt, ugye? Hogy oldódjon itt a tetején. A fő feljött zsírban. Jó van, gyerekek. Rendkívül jó az illat, íz, megnéztük. Mind a ketten. Hús is jó puha lesz. Én addig főzöm a húst, míg a nyelvem el tudom nyomni. A Szofi az nutellával, vagy hazelnuts, most éppen ez van itthon, azzal eszi. Évi szokta ezt a raspberryt, vagy epret. Itt van strawberry szirup. Na hát, tegyünk egy ilyen eprest. Együnk eprest, jó? Egy ilyen eprest, egy ilyen kisebbet. És ennyi elég is nekem. Ennyi elég is. Hú, ez tiszta rá... ez tiszta ragacs. Ez a izé, epres. De finom. Csúszik le a kamera a fejemről. Ja. Nagyon jó, jó lett. Jó, 15 perc
letölt. Egy ennyi krumplit teszünk, nem teszem rá az összest, amit megpucoltam. Valószínű, hogy ami megmaradt ott nekem, krumpli is, hagyma is, van itt jó kolbász, és lesz egy valami paprikás krumpli, vagy valami. Na most levesbetét, ilyesmi, ezt felejtsd el. Úgy értem, hogy tésztát, vagy csipetkét, vagy ilyesmit nem teszünk. Tehát a zeller levél, és petrezselyem zöldje, ami fagyasztva van nekem. Most beletettem. És hát egy kis vízzel azért ezt fel fogom önteni még. Nem sok vízzel. Eredetileg az volt az elképzelésem, hogy ezt jó sűrűre főzöm, és ilyen cipóba beleteszem, de nem szórakozok vele. Itt is van hozzá, amit gondoltam, hogy majd így elvágok. Így, kiszedem a belsejét, és akkor megpirítsuk. Tudod, kiszeded a belsőt, megpirítod, és akkor beleteszed. De hát az nagyon sűrűnek kell lenni, de nem kínlódunk vele. Mondtam Évinek, hogy csináljam, azt mondja, Ferenc. Ha gondolod, levesbeti, főzzék ki külön egy kis tésztát, vagy kis nagyon apró nokedlit például lehet, kicsit keményebbre, a csipetkét. Bele is főzhet, rajtad áll, én nem teszek bele semmilyen tésztát. Ezt valószínűleg kenyérrel fogjuk enni. Jó? Most már csak addig főzöm, amíg a krumpli meg nem puhul. De előtte azért egy pohár vizet kapjon. Azért valamennyi. Lé is kell, hogy legyen. Igaz, gyerekek? Remélem jó a kamera beállítás. A gyerekek készen van a kaja. Finom. Évi leteszteli. Hús puha. Még fog puhulni a forró lében. A babot, nézd meg, légy szíves, a babot. Hát a krumpli megpult, persze. Az is megfőtt, jól? Jó, ilyen krémszerű lett? Jó, és akkor most magát a levet. Ja, légy minden szíves. Jó. Úgy? És hogy kell-e, mit érzel, hogy kell-e bele bármi? Semmi. Semmit ne tegyél bele. Na, semmit, ne. Biztos? Na, hát akkor jó. Neked ízlik, akkor jó. Én meg, oké. Hát gyerekek, ennyi, késő esti főzés, 8:30 van mindjárt. Úgyhogy köszönöm, hogy végignéztétek. Ha unalmas volt, vagy már unott dolog, akkor elnézést kérek. Ez így sikerült. Búcsúzunk szeretettel, Jani bácsiék Floridából. Bye-bye.